egyházán vagyunk a fiúkkal. A Mászli World CarPlay-re kaptunk egy meghívást, hogy pecázzunk egyet, és forgassunk egy kis filmet. Tél első napján vagyunk tulajdonképpen. Az idő az nem egy barátságos. Láthatjátok, hogy milyen köd van. Minuszok röpködtek reggel. És hát megpróbálunk egy pár pontyot horog végre kapni. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Na, a következővel fogunk horgászni. Blackfish Method Mix. Egy csomag. Fizsgi Betain Method Mix egy csomag. Kettőt összekeverjük. Körülbelül 8 deci vizet fog fölvenni. Kicsit állni hagyjuk és átrostáljuk majd. És még fogunk hozzá tenni Fish Betain Lighting pelletet, amit külön készítünk elő. A nagy előkészítés nem igényel, minimális fél decinyi víz hozzáadásával kész is a keverék. Jó, átustáljuk az anyagot. Átustáltuk, és kezdődhet a peca. Nem kevertem túl vizesre. Hamar boncsol. Meglátjuk, hogy fogunk-e vele valamit. Na, go! Zsoltinak első kapás. Milyen távra jött Zsolti kb? Nem tudom, olyan 70 méter körül. Érzésre? Hát ez nagyon light volt, úgyhogy de azt gondolom, hogy olyan 4 körül is. Mert mindjárt meglátjuk. Jó, az jó hal. Jó hal az. Hol a bölcső? Koi az? Hol a bölcső? Ott van jó, jó zsinál. Józsika, kell neked az a bölcső? Szerinted? Koi, nem? Nem, de szép nagy. Kell neked az a bölcső? Igen. Szép hal, szép hal. Hát igen, ez a bottal, ez a baj, tudod, hogy sok. Nem tudod irányítani van. Nem lágy. Szép hal. Ó, nagyon szép ez.
Előre kapott. Ahhoz képest, hogy hideg van. Azért még megy is rá. Ennek a plétesse olyan jó az. Nem lehet olyan finom annak. Nagyon sikes. Látja, mert itt ők már izé van. Az igen. Zsoltikám, ez szép. Na, Zsolt az első Mászli Vördes pontjad. Igen, az szó szerint az első. Hát olyan ötös forma. Jó. Szép, ha csinálok egy fényképet, azt már nem látom. Eltekerte, másfél percen belül. Nagyon szépen. Úgyis fognak kérdezni, meg úgyis sok videó, milyen pálcával horgászol. A Walternek az új racer pálcájával. Milyen hosszban? 390. Ez egy nagyon-nagyon finom, karcsú történet. Egy kicsit szőken ültünk, pedig van hely, nem tudjuk miért, de hát ez így sikerült most. Lát a vízi narancsárga a... Aha, lát. Neked is az első Mászli Vördös. Így van. Úgyhogy csinálok. Gyönyörű, fotót, egészséges. Aztán mehet vissza. Üdvözlök mindenkit a Mászli Vörd Kárt Léken, Délegyháza határában egy 9 hektáros tórendszer vagyunk, ami két medencéből áll. Egy 4 hektár környéki, úgymond napi egyes medencéből, és egy valamivel nagyobb bojlis medencéből. A napi egyes medencének 3,5-4 méter, az átlag mélysége a bojlis medencének 4,5-5 méter. Szezonban non-stop nyitvatartási rendszerben üzemelünk, tehát azt jelenti, hogy éjjel-nappal nyitva vagyunk. Este 10 és hajnal 4 közt nem lehet elmenni és nem lehet jönni, de különben a többi időben várjuk a vendégeinket. A bojlis oldalon 8 állást lehet foglalni, a napi egyes oldalon 30-35 ember fér el kényelmesen. A horgászhelyek autóval megközelíthetőek, és az autók ott is maradhatnak. Vannak sportjegyeink, és vannak halelvívős jegyeink is, kinek-kinek igénye szerint állunk a rendelkezésére. A mostani időszakban ugye ez nem számít, de különben egy mobilházas állással és 3 lakó kocsis állással is várjuk a vendégeinket, ahol több napra is komfortosan meg lehet szállni. Ezek nagy részében WC, hideg-meleg víz, tűzhely és hűtőszekrény is van, a időszakban pedig fűteni is lehet. A halállományunk elég sokrétű, keszek, kárász, ponty, amúr és nagyszámú ragadozó él a tavakban. A ragadozók közül a fekete sügér is megtalálható nálunk. Aki megéhezik, megszomjazik, az sem
lesz bajban nálunk, mert büfénkben alkoholos italok, hideg-meleg üdítők, teák, kávé kaphatóak, robik, rákcsálnivaló, hotdog, hamburger egyelőre. Terveink szerint a jövő évből már egy nagy közösségi ház is fogja várni a horgászainkat, ahol meleg ételt is lehet majd vásárolni. Reméljük, hogy ezen a járványon nagyon hamar túl leszünk, és utána teljes melszívességgel várjuk a hozzánk látogató horgászokat, és nagyon reméljük, hogy a bivajelős bányatavi halakat majd szépen matracra fektetik, lefotózzák, visszaengedik, és élményekkel gazdagabban távoznak tőlünk. Mindenkinek gördbőjön, sok szerencsét! Mit húz? Eperborsot? Vagy olyan színű, mint a Tominak a csizmája. Csizmáján a csík. Milyen, neki milyen színű? Rózsaszín? Igen. Nekünk milyen színű? Árjás? Aha, piros. Nekünk piros? Mert ez férfi, nem? Mi mérő, más lett? Ha nem férfi, akkor csak női. Nagyon pacsú az. Neked csak ezek jönnek, nem? Ez a forma. Hát, ez szerint igen. Az játok, ez a víz ilyenkor látja a merítőt, az egyből berosált tőle. De hát, ő már elfáradt. A 80 méterről kitekertem. Picit. Te rövid pecára készültél már. Igen. A 30 meter. Az élet átírta. Ez a végén megfordul. Most szépen, most becsapjuk. Becsapjuk. Most. És meg is van. Ez se kicsike, Zsoltikám. Nem egy csúnya hal. Raj, Tomi! Nem, nem, nagyon nehéz volt. Hát ez is olyan négyes forma. Szép. Csinálok egy képet. Aztán lehet majd vissza. Bejött az élet? Be! Közben volt egy helyszínváltás, ahogy látom. Igen. Mit tekertel? Ribizli chili. Abból a narancsot vagy a citrom? Narancssárga. A pontja az Józsi. Igen. Első mázivördös pontjad? Igen. Be már nem rullázok. Én még igen. Józsinek megjött a ponty. Hát nem, nagy de ponty. Nem nagy de ponty. Közben átérve meg Zsoltinak majdnem vitte a botját, úgy kapott utána. Csinálj egy fotót, Martin. Csinálj egy fotót, és utána fotó. Zsoltikám, épp hogy elkaptad mi? Hú, majdnem elvitte a botot. Zsoltikám. Az úgy ér, ha én szákolok, vagy nem? Ne, szákolhatod. Szép. Ez szép. Szép. Ez jó, hogy vitte a botot. Ez nem kellett sok, hogy pár másodperc is beviszél. Konkrétan egy. Rólad fog a film, szólni Zsolti. Ez egy szép hal. Ez egy szép, ez a legnagyobb a mai nap. Citromsárga csalival jött.
Úgyhogy majdnem elvitte a botomat. Picit nem figyeltem oda. Meg vagyunk, Martin? Igen, és a jó helyben. És csak van egy ilyen pupja, nézd, most ezt meg fogod így ismerni. Ez már volt az én kezemben is. Igen? Igen, a másik medencébe fogtam egy bolygást. Hát vissza volt. Én már megint. Ó, de szép. Ugyanarról a távról, kérlek szépen. Kis finom bottal. De nem adja meg magát könnyen. Normális esetben a régeken levélek botot fel mindenki. Jó a száj széléből van. Szép. Na Zsoltikám, rohala fog szólni a film. Majd a jogdíjakat átküldöm. Zsoltikám, már megint. Megint, egy ilyen összes forma. Egy szép mázlis ponty. Mehet is vissza. Megyek veled vissza, Peti. Szósz. Husszál felém, husszál felém. Rózsikám. Ette kerte? El, szépen. Na. Ugyanaz, amit az előbb húzott? Nem, sárga Csabira átvált, és húzott sárgára. Nem tudom. Madár teljesre jött most el.
65 méterről. De kis aranyoska. Zsolti fogja a nagyokat, én meg a kicsiket beosztok. Utolsó halunk mára. Szétfagytunk egy picit. Az idő nem javult semmit reggel óta. Azért szoktunk egy jó pár pontyot. De nem egy rossz víz ez a Mászli World. Így van, jobb idő lesz, majd visszatérünk még. Meg kaptunk egy meghívást a tónak a másik felére is, a Boilis részre. Majd szerintem tavasszal meglátogatjuk azt is. És ott is megpróbálunk egy pár pontot fogni. De hát azért jól éreztük magunkat, jó társaságban, jól eltelt, fogtunk is egy jó néhány halat, hát nem mindenki, de azért többségbe tudtunk fogni. Ennyi. Ennyi. Visszaengedjük. Szépen.